Milyen telünk volt? Ráfáztunk. Megírtam egy naplóba. Január 5-én kezdtem, amikor a hideg hullám először elérte hazánkat. Gondok vannak a központi fűtéssel. Jégcsapok lógnak a könnyező pálmáinkról. Mi azért melegszünk. Kiosztottam a gyerekeknek a személyi fűtőtesteket. Kaptak egy-egy csillagszóró. Kigyulladt a karácsonyfánk is, így aztán két napra megoldottuk a lakás fűtését. Még szerencse, hogy dupla luccot vettünk. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallasz Aténe kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyok. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta fölmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakkmatt a helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosár. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette, a tévében szilveszter este óta nem látta mekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bort. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak mínusz 10 fok volt. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótelep. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zoknis toppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, és megszólal. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na, azok ott már új palota fénye. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakás beli és a kinti hideg közé, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutatta. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szenet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojást briketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli.
Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdenek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag- és árhivatal feltalálta a helyből főszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rugjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak. A többen körülüljük, fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk. Elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Sikosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sóspereccel. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. A sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénre várók sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés, hogy ne fűtsünk kétfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tud. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélő. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felől érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az Alpesi sívvilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőr. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. Egy óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsokrot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását.
Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.